Az előregedő társadalomban az egyik probléma a generációváltás. Sok esetben nincs kinek továbbadni a cégeket, ugyanis a fiatalokban nincs meg a vállalkozói kedv, nyilatkozta televíziónak a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. A KSH legutóbbi adatai szerint a fiatalok mindössze 3,7%-a vezet valamilyen vállalkozást, ez a szám mindössze 87.700 fő. Az utánpótlás pedig fontos lenne a KKV-k tekintetében. A vállalkozások aktív részei egy kisvárosnak, egy falunak, egy megyének, egy országnak, egy térségnek, hiszen egy PÉK, egy reklámügynökség, egy pályázati íróiroda, az ott van a mindennapokban. És nagyon fontos, hogy minél több fiatal vállalkozó van Magyarországon, hiszen elveszthetjük a kis és közepes vállalkozásoknak körülbelül az egyharmadát a következő 5 évben, mivel Magyarországon nagyon sok vállalkozás indult a rendszerváltás környékén, és ezeknek a vállalkozásoknak a tulajdonosai most már nyugdíjkorhatár köré érnek. 2014-ben az összes új magyarországi vállalkozás több mint 4%-ában segített a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége. Nem csak az anyagiakban tudnak segíteni, a mentorálást is igénybe vehetik az új vállalkozók. Ez egy felkészítésből és az üzleti tervek kialakításának segítéséből áll. Magyarország kedvező Európai Uniós országnak számít, mivel hazánkban visszanemtérítendő támogatásokat is igényelhetnek a fiatal vállalkozók. A GINOP 522 program, vagy például azok a programok, amelyek most alakulnak, azokban 3-6 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak azok a fiatalok, akik vállalkozási ötlettel rendelkeznek, de még nincsen saját vállalkozásuk. A FIVOSZ pedig abban tud segíteni, hogy azok a fiatalok, akik már vállalkoznak, vagy most szeretnének vállalkozni, biztos lábakkal tudjanak elindulni, vagy fejlődni. Mi azok a fiatalok vagyunk, akik egymás segítve szeretnénk sikeresek lenni, és az ifjúsági vállalkozás fejlesztés az most már egy új területe lett magának a vállalkozás fejlesztésnek, hiszen nagyon fontos, hogy a fiatalokkal, a fiatalok nyelvén beszéljünk, és olyan eszközökkel, olyan lehetőségekkel tudjuk egymást segíteni a fejlődésben, amelyekre valóban szükségünk van. A fiatalok csekély vállalkozási kedvét azzal is próbálják javítani, hogy a pályázati korhatárt 30 éves korig emelték.